kevesebb és drágább mézre számíthatunk idén. A tavalyi vegyszeres mélypusztulás mellett az idei időjárási viszontagságok is tizedelték a méh családokat. Diákmunka leveleken. Júliusban 12 diákmunkás foglalkoztattak leveleken, augusztusban pedig újabb 20 fiatalnak biztosítanak lehetőséget, hogy megismerjék a munkavilágát. Fontos változás. Idén jelentkezhetnek utoljára nyelvvizsga nélkül a diákok egyetemre, főiskolára. A tavalyi méztermés egyharmada várható idén, és jelentős drágulásra is fel kell készülni. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Míg tavaly a napraforgó földek permetezése okozott tömeges mélypusztulást, addig idén a szúnyoggyérítések miatt hullanak a családok, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt várható a korábbi éveknél jelentősen gyengébb mézhozam. A vége felé járnak a napraforgó nektár gyűjtésével a méhek, leginkább már a családosításra készülnek a méhészek. Itt a napraforgó után végül, amikor a családok már a fészekre is dolgoznak, de az, hogyha a fiasításnak utat akarunk hagyni, ezekből a fedett mézkoszorúkból, azokból a keretekből, ahol azt szeretnénk, hogy fiasítás legyen, végül is lehet csökkenteni. Ezáltal végül is még valamennyi mézet el tudunk venni a kaptárakból, és a fiasítás terjedelme ezáltal nagyobbra tud fejlődni. Az idei évben is ez az utolsó virágzó kultúra, így hamarosan mindenhol vége a gyűjtési időszaknak. A népesség tizedelődése mellett azonban jelentős problémát okozott az őszi csapadék, a száraz tél és az aszályos tavasz. A szárazság miatt a méhészet szempontjából az egyik legfontosabb növény, a repce sem segítette a méh családok tavaszi megerősödését, minimális nektárt adtak, amelyet tovább rontott az akácvirágzás alatti hideg és esős időjárás. Az akácvirág, hogy nektárt adjon, minimum 18 fokos hőmérséklet kell. Egy nagyon elhúzódó akácvirágunk volt, de folyamatosan rossz idő mellett, úgyhogy megpecsételte a méhészek helyzetét, nem csak a megyeiben, hanem országosan, vagy majdnem Európa szinten. Minimális akáctermés lett a méhészeknél, nagyon sokan nem is tudtak pergetni egyáltalán, és ami volt, az is annyira híg volt a nektár, hogy mire bejelelték, a méhek szinte elfogyasztották. Ezt követően már csak a napraforgóban bíztak a méhészek. A tavaszi szárazságban szinte minden mezőgazdasági termelő egyszerre ültette el a napraforgóját, amely így szinte az egész országban egyszerre virágzott, és 8-12 nap alatt levirított. Ezt a gyűjtési időszakot ismét viharok, esők és jégesők tették tönkre, bár ennek ellenére összességében a napraforgó méz mennyisége kielégítőnek mondható Hók József szerint. Most, mint termelők azt mondjuk, hogy mivel, hogy majdnem mondhatnánk, hogy egyharmad annyi mézünk termett, vagy fele, mint tavaly év, vagy a korábbi években, muszáj lenne az emelés. A nagykereskedelmi árba viszont olyan kis piacot foglalunk el Európába, amivel hiába nálunk kevés a termés, nem piacbefolyásoló, nagykereskedelmi ár változatlan, ezért mindenki megpróbálja azt a kevés mennyiségűt, amit termelt, akár itt hazai piacon értékesíteni közvetlenül a fogyasztóknak, így próbáljuk egy kicsit realizálni a termésünket. A tavalyi nagy mélypusztulásra visszatérve Hók József azt mondta, sokan döntöttek a méhészet abba hagyása mellett, a kieső családokat pedig a termelést folytatók 70-80%-a nem akarja, vagy nem is tudja pótolni, akik így csak a megmaradt méhekkel folytatják a termelést. Hozzátette, így a következő években várhatóan nem lesz nyereséget termelő mezőgazdasági ágazat a méhészet. Júliusban 12 diákmunkást foglalkoztattak leveleken, augusztusban pedig újabb 20 fiatalnak biztosítanak lehetőséget, hogy megismerjék a munkavilágát. A feladatuk a strand területének a karbantartása és a vendégek fogadása. Velük együtt már közel 4800 diákmunkást foglalkoztattak idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez a fiú éppen a sövényt nyírja a leveleki strand bejáratánál. Többek között ez a feladata azoknak a 16-24 év közötti fiataloknak, akik nyáron strandok közelében vállalnak diákmunkát. Leveleken erre fél évtizede van lehetőségük a fiataloknak. 5 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük a diákmunkát szervezni leveleken, akkor igazán nem tudtuk, hogy miről van szó. Meghirdettük, és nagyon sok gyerek jelentkezett, körülbelül 40 gyereket kellett elhelyeznünk, és akkor mi nem kaptunk ekkora létszámot. Az első években ilyen kéthetes turnusokat szerveztünk nekik, és abban dolgoztak, és nagyon lelkesek voltak. Ami számunkra nagyon érdekes volt, mert féltünk tőle, hogy jaj, tengerni, lengerni fognak idekint csak, és nem tudnak mit csinálni, de nagyon lelkesek voltak, nagyon jól dolgoztak, és örömmel fogadtuk őket a következő években is. Úgyhogy minden évben olyan 30-40-es létszámot foglalkoztatunk. Ez az első év, amikor már mindenkit egy hónapig tudunk foglalkoztatni, egy hónapig dolgoznak itt kint nálunk a gyerekek.
Júliusban 12 diák kapott lehetőséget, hogy részt vegyen a munkavilágában, augusztusban pedig további 20 fiatalt tudnak majd foglalkoztatni. A legfontosabb feladat, amiben a főállású munkavállalók segítségére vannak a gyerekek, az a strand területének rendben tartása. Azért jöttem ide, mert én is leveleki vagyok, és ugye közelebb volt ez hozzám, mint Nyíregyháza, vagy az adott terület. Azért jöttem igazából ide, mert jó lehetőség, és minden évben fel van ajánlva nekünk levelekieknek is főként, hogy ide jöhessünk diákmunkára. A strand terület volt ugye megjelölve, hogy ide jöhetünk. 6 órában vagyunk, a fizetés pedig ilyen, hát igazából egész jó iskola kezdésnek. Egy hónapi tónus volt, a feladatunk pedig az volt, hogy így a strandterületet rendeztük, kárszallagot osztottunk, meg segítettünk a kempingbe és a házakban az asszonyoknak, meg így a többi munkásnak is. Másodjára vagyok már itt a szezonban, úgymond tavaly itt kezdtem a úgymond pályafutásomat a strandon. Teljesen azért jöttem ide másodjára, mert a barátaim, haverjaimmal teljesen jó kapcsolat ápoltam. Nagyon aranyos, nagyon kedvesek a segítőkészek, ugyebár az emberek, akik dolgoznak. Hát a munkákról annyit, hogy kicsi fűnyírás, csövénynyírás, sepregetés, takarítás, segíteni kellett valamit hordani, ha úgy van, úgyhogy nem volt olyan megszakadó munka egyáltalán. Voltak szünetek, ugyebár ebédszünet is volt, biztosítottak vizet, ételt, minden, úgyhogy teljesen jól éreztem magamat. Nyári munkát azonban nem csak strandon lehet vállalni a fiataloknak. A múzeumoktól kezdve az irodai adminisztrációs állás lehetőségeken át a turizmusig számos más alternatíva közül választhatnak. Az önkormányzatoknak 6 órás foglalkoztatást tudunk adni, támogatni, ez a 6 órás foglalkoztatás viszont 100%-ban támogatott. A mezőgazdaságban, vendéglátásban, turizmusban érintett munkáltatóknak pedig 8 órás munka viszonyt létesítenek a diákokkal, és 75%-os támogatási intenzitást tudunk adni. Ez azt jelenti, hogy a bért és a július 1-től 17,5%-os szochónak a együttes összegének a 75%-át tudjuk a fiataloknak adni. Leveleken a strand kínálta munkalehetőség a legnépszerűbb, a település azonban a diák munka mellett más módon is meghatározó tevékenységet folytat a térségben. Közfoglalkoztatás területén is kiemelkedően teljesít levelek település, elég körbe menni is látja az ember, hogy ez szépen korban tartott rendezett település, emellett az étkeztetésben megtermelik a zöldséget, gyümölcsöt, valamint állattartó telepet is működtetnek igazán igen magas színvonalon, és a diákmunka is egy olyan terület, ahol együtt dolgozunk. Úgy látjuk, hogy nagyon jól hasznosult itt is az a forrás, ami rendelkezésre állt. Ez 3 millió forint volt a megyei szinten rendelkezésre álló 640 millió forintos keretből. Ebből a vállalás szerint a pénzügyminisztérium határozata alapján 4100 fő foglalkoztatása volt az előírás. Azonban a nagy igényekre való tekintettel kormányzati plusz források bevonásával és a kormányhivatal belső forrásainak átcsoportosításával ez a szám 4800-ra nőhetett. Idén jelentkezhetnek utoljára nyelvvizsga nélkül a diákok a felsőoktatásba. Ha ez már most így lenne, nagyjából csak a felvételizők fele jutna be valamelyik intézménybe. Sokaknak nincs meg ugyanis ez a bizonyítványa. A magabiztos nyelvtudása persze nem csak ehhez, hanem a későbbi munkavállaláshoz is szükség van. A ponthatárok kihirdetésével elrajtolt a pótfelvételi eljárás. Ennek keretében augusztus 7-ig jelentkezhetnek a szeptembertől egyetemen vagy főiskolán tanulni vágyók. Idén utoljára tehetik ezt meg nyelvvizsga nélkül. Mint a hiradó.hu írja, érdemes kihasználni a lehetőséget, hiszen az utóbbi évek tapasztalatai szerint csupán minden második felvételizőnek van nyelvvizsgája. A jövő évtől legalább egy B2 szintű komplex nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű okirat szükséges a felsőoktatásba való bejutáshoz. Ez azt jelenti, hogy a februári felvételi időszakban már csak ezzel a feltétellel nyújthatják be jelentkezésüket a diákok. Szükség van tehát a gyakorlásra, mint 35 perc című műsorunk múlt heti adásában elhangzott, ma már az interneten és a telefonos applikációkon keresztül is könnyen fejleszthetjük nyelvtudásunkat. Kiváló nyelvoktató oldalak vannak, akármelyik nyelvhez. Keresgetni kell az interneten, meg kell találni. Szakemberek, tanárok biztos, hogy mindenkinek adnak segítséget, vagy éppen a gyerekek egymásnak, hogy én ezt az oldalt használom, én azt az oldalt használom. Használják és éljenek vele, mert rengeteget lehet így tanulni.
akár hallás utáni értést, akár olvasott szövegértését, beszélgetni, kommunikálni csoportokban például. Sokan játszanak egymással idegen nyelven. Már ez is jó, hogyha ő neki van egy hobbi, egy számítógépes játék, hogy az külföldi csoportokban, külföldi gyerekekkel teszi meg, és használ angolt vagy németet közben. A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének adatai szerint a nyelvtanulás nem olcsó, míg a csoportos képzéseket indító nyelviskolákban nagyjából 1000 forinttól indul egy tanóra, egy magántanárnál töltött alkalom akár 5-6 ezer forintba is kerülhet. Bár az állam 2018 óta visszatéríti az első sikeres nyelvvizsga árát, ez csak a töredéke annak az összegnek, amit egy-egyen megtanulására kell költeniük a diákoknak. Ezekre az ismeretekre pedig nagy szükség van később. A középfokú angol vagy német nyelvtudás ma már szinte minden munkakörben nélkülözhetetlen. A magabiztos nyelvismeret a legfontosabb munkáltatói elvárások között szerepel. Ehhez természetesen nem elegendő a vizsgabizonyítvány, valódi nyelvtudás is szükséges. Ezek a cégek már a telefonos interjún felmérik a jelölt tudását, amit jellemzően online nyelvi teszt követ, csak ezután kerül sor az interjúra. A nyíregyházi állatparkban a tavaszi és a nyári időszakban is számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. Sorra érkeztek a park lakóinak kicsinyei: kenguru, amerikai és európai bölény, majott maki, japán daru, aranykezű tamarin és pampanyúl is született. Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók előtt is, hiszen zsebből kikandikáló Bennett kengurukkal is találkozhatunk a nyíregyházi állatparkban. A kicsik 3-4 hónapos korban dugták ki először a fejüket, s 5 hónaposan már időnként kimerészkedtek az erszényből. Rekordgyorsasággal növekszik, egy hónap alatt 1 métert nőtt a japán daru fióka a sóstózóban. A barna pihetollakat viselő fióka 30 napnyi kelés után bújt ki a tojásból, melyet a monogám párkapcsolatban élő daru tenyészpár felváltva költött ki. Tollazata 1,5-2 év múlva lesz szüleihez hasonló. Ritka félmajom, sárga szakállas maki is napvilágot látott a parkban. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hiszen minden évben születik utód. Az elmúlt időszak egyik legkülönlegesebb állatbébi a sárga szakállas maki, hiszen végveszélyben lévő makifajról van szó, melyet nagyon kevesen tartanak zártartási körülmények között. Egy olyan makifajról van szó, mely nem csupán Madagaszkár szigetén él, hanem attól egy 400 kilométerre lévő szigeten, Majott szigetén is, erre utal a Majott maki elnevezés. A többi makifajtól ellentétben, gondoljunk csak a gyűrűsfarkú makira, a kicsi hordozásában csak az anya vesz részt, a többiek csak annak tisztogatásában és etetésében. Kopogtatott a gólya a nyíregyházi állatpark dél-amerikai élővilágát bemutató kifutórendszerében is, pampanyulak vagy más néven nagymarák születtek. Az itt élő 3 tenyészpár közül most mindháromnak született egy-egy kölyke. A monogám kapcsolatban élő nagymarák ilyenkor átmeneti kolóniát alkotnak a többi párral, és közösen vigyáznak az utódokra. Szépen cseperednek az állatpark amerikai és európai bölényborjai is. Az országban egyedülálló módon Sóstófürdőn európai és amerikai bölény is látható, s idén mind a két csapatban kisborjú látott napvilágot. Mindkét faj a kipusztulás szélére sodródott a 19. században, így hatalmas öröm a sikeres szaporulat. És aranykezű tamariniker pár is született a parkban. A furcsa kinézetű majmok kesztyűt viselő mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább. Az állatok testét hosszú fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjaikat, melyek narancsvöröses színűek, emellett arcuk sötét, szőrtelen és kissé elálló fülük van. A tamarin tenyészpárt és a két kis apróságot a park különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség. Egy röplabdázó kivételével teljes a Fátum Nyíregyháza játékos kerete. A héten az amerikai Molly Lomen érkezését jelentette be a klub vezetése. A csapat a jövő hét elején orvosi felmérésekkel kezdi el a felkészülést a következő szezonra. A Fátum Nyíregyháza nagyszerűen szerepelt az előző szezonban, a kupa győzelemnek és a bajnoki ezüstérennek azonban nem csak pozitív hozadéka volt. Ahogyan az a profi világban megszokott, a légiósok igyekeztek pénzre váltani megnövekedett értéküket, így valamennyien távoztak Nyíregyházáról. Ezért gyakorlatilag új keretet kellett összerakni a klub vezetésének, amelynek már tagja a korábbi válogatott röplabdázó Veres Péter is. A csapatmenedzser szerint elég nagy a merítési lehetőség a kontinensen és a tengeren túlon is.
Az utóbbi években azért Európában mindenhol elég komoly játékos állományra rendelkeznek, de ha tovább nézünk a amerikai részletbe, azért ott is bőven van elég játékos állomány, úgyhogy elég jó volt a helyzetünk, hogy keresünk játékosokat. Persze az volt a legnagyobb fő probléma, hogy ugyebár menedzsereken keresztül vannak ezek a játékosok, és először fel kellett venni a menedzserekkel a kapcsolatot, illetve amit átküldtek, videókat, elemeznünk kellett, és közösen döntöttük el, hogy kik legyenek. Veres Péter szerint a magyar bajnokság és azon belül a Fátum Nyíregyháza vonzó a külföldi játékosok számára. A kupagyőzteshez és bajnoki ezüstérmeshez pedig hazai válogatottak is szívesen kötelezik el magukat. Köszönhető itt a magyar válogatottnak, a lányoknak, hogy elég jó nevünk van most már egy európai színvonalon is. Biztos, hogy most már sokkal kecsegtetőbb egy játékos szempontjából, hogy azért egy magyar bajnokságban eljön játszani, nem utolsó sorban egy kupagyőztes, illetve egy bajnoki ezüstérmeshez. Mai nappal igazából a keret majdnem, hogy teljes, egy 12. embert keresünk, ami nem azt jelenti, hogy a 12-et keressük, hanem egy négyes ütő és fordó átló pozícióban bevethető, meglátjuk, hogy magyart vagy külföldit. A tavalyi bajnokságban szereplő játékosok közül Tóth Fruzsina, Tóth Dalma, Lászlóp Alexandra, Varga Eliza, Szabó Lili és Genesis Francesco a továbbiakban is Hollósi László irányításával készül majd. Mellettük a Jászberényből érkező Pintér Andrea, az ukrán Olena Limareva Flink, a portorikói Victoria Pilaz, a szlovák Barbara Kosekova és az amerikai Molly Lohman alkotja a keretet. A csapat hétfőn kezdi el a felkészülést. A magyar válogatott csapatkapitánya Keller Ákos látogatta meg szerda délelőtt a Nyíregyháza Blue Sharks képzőtáborát. A jelenleg a nemzeti csapattal edzőtáborozó Kosaras reményei szerint a válogatott ott lesz majd a 2021-es Európa-bajnokságon. Hétfő óta 10 edző irányításával 85 fiatal készül a Nyíregyháza Blue Sharks nyári képzőtáborában. Az ifjú kosarasok nem unatkoznak, mivel délelőtt és délután is 2,5-3 órát töltenek a pályán, kondicionális, technikai és taktikai elemeket gyakorolva. Szerda délelőtt Keller Ákos, a magyar válogatott csapatkapitánya látogatta meg a tábort. Az ötszörös bajnok, négyszeres kupagyőztes center a legutóbbi szezont a francia Pau Orthez csapatánál töltötte. Felemásnak mondanám, mert nagyon rosszul kezdődött egy vakbélműtéttel, az miatt kihagytam 2 hónapot. Utána újra kellett kezdenem tanulni mindent, a futást, az ugrást, a kosarazást, úgyhogy ez miatt az első fel a szezonnak az úgymond mehetett a kukába, és ez miatt nem is játszottam sokat. Ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy a bajnokság legjobb centerének voltam én a cseréje, ez miatt még kevesebbet játszottam. Csak akkor kezdtem el játszani, amikor egyszer csak mindenki megsérült a csapatba, és 4-es-5-ös poszton is játszottam. És akkor jól is ment a játék. Pauban van a legnagyobb szurkolótábor a Franciaországban, minden meccsen 5 és 7 ezer közötti nézőszámmal, úgyhogy azért volt hangulat. Igazából a legnagyobb különbség a magyar és a francia meccsek között az, hogy ők fizikálisan sebességben sokkal úgymond jobbak, amúgy a kosárlabdában szinte semmi különbség nincs. A magyar válogatott keret hétfőtől Kecskeméten edzőtáborozik, majd egy németországi és egy görögországi tornán lépnek pályára Kellerék. Ez alatt a 3 hét alatt én azt várom, hogy mindenki úgymond készüljön fel a szezon kezdetre, ne sérüljön meg, és játszunk 5 jó meccset olyan csapatok el, akik már csúcsformában vannak, és tanuljunk belőle. Az EB-s selejtezőkre előre vetítve ezek jó meccsek lesznek szerintem, bár nekünk az volt eddig az erősségünk, hogyha volt egy-másfél hónapunk, hogy felkészüljünk, és a végére lettünk mindig jó csapat. Most ugye ilyen lehetőségünk nincs, úgyhogy azért is próbálkozunk úgy, hogy így még nyáron megpróbáljuk összeszoktatni a csapatot, hogy a tétmeccseken aztán tudjuk, hogy mit kell csinálni. A 2021-es Európa-bajnokság selejtezőjében Ausztria, Ukrajna és a címvédő Szlovénia ellen lép majd pályára magyar válogatott.
Az NB1-es Kisvárdai és az NB2-es rajtjára készülő nyíregyházi futballcsapat is csütörtökön tartja a szurkolói ankétját. A Kisvárda 17:30-tól a Besenyei Gimnázium dísztermében mutatja be új játékosait, a Spari pedig 18:00-tól a Városi Stadionban várja szurkolóit. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Míg tavaly a napraforgóföldek permetezése okozott tömeges mélypusztulást, addig idén a szúnyoggyérítések miatt hullanak a családok, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt várható a korábbi éveknél jelentősen gyengébb mézhozam. Ez azt jelenti, hogy a szokásos mézmennyiség egyharmada kerülhet a fogyasztók asztalára, és az árak is jelentősen drágulhatnak. Júliusban 12 diákmunkás foglalkoztattak leveleken, augusztusban pedig újabb 20 fiatalnak biztosítanak lehetőséget, hogy megismerjék a munkavilágát. A feladatuk a strand területének a karbantartása és a vendégek fogadása. Velük együtt már közel 4800 diákmunkás foglalkoztattak idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Idén jelentkezhetnek utoljára nyelvvizsga nélkül a diákok egyetemre vagy főiskolára. Jövőre ez már követelmény lesz a felsőoktatásba való bejutáshoz. Az már most így lenne, nagyjából csak a felvételizők fele jutna be valamelyik intézménybe. Sokaknak nincs meg ugyanis ez a bizonyítványa. A magabiztos nyelvtudása persze nem csak ehhez, hanem a későbbi munkavállaláshoz is szükség van. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 31-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Szerdán még erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Csütörtökön erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Pénteken nedvesebb, labilisabb levegő áramlik felénk, többfelé várható zápor, zivatar, délen, délnyugaton felhőszakadás is valószínű. A front mögött erős északnyugati széllel hűvösebb levegő érkezik felénk, emiatt a hétvégére visszaesik a nappali felmelegedés mértéke.